Készül a pizza az egyik szekszárdi étteremben, a vevő kiszállítással kérte azt. Tavaly november óta kedvezménnyel élhetnek a vendéglátóvállalkozások. A kiszállított ételek és italok áfakulcsa a kormány döntése alapján 27%-ról 5%-ra csökkent, hogy ezzel is enyhítsék a járvány okozta kedvezőtlen hatásokat. Augusztus 1-től azonban megszűnt ez az engedmény. Ebben a szekszárdi étteremben a vezetőség úgy döntött, hogy bár a bevételeik felét az ételkiszállításból nyerik, ennek ellenére nem emelnek árat. Készülünk egy új étlappal, ahol bővült a választék és a kínálat is. Nyilván ott lesz egy minimális áremelés, ami egy 2-3-4 évente szokott nálunk megtörténni. Ez most pont most lesz esedékes, de maga a 27%-os emelés miatt nálunk nem lesz csak azért áremelés a kiszállításnál. Az üzletvezető elmondta azt is, hogy többek között a járványhelyzet miatt sokkal többen élnek a házhoz szállítás lehetőségével. Ezt az sem befolyásolta számottevően, hogy már újra fogadhatnak vendégeket. Bonyhádon már a napi menü kiszállítására készülnek. Itt naponta 30-40 címre szállítanak ki több adag ételt, és emellett plusz rendeléseket is felvesznek. Bea Gábor, az étterem tulajdonosa azt mondja, hátrányosan érintette őket az áfa emelés, de egyelőre nem változtat az árain. Mint mondta, a vendéglátásban mindenhol bruttó árakkal dolgoznak, így ők eddig sem tettek különbséget a kiszállított és a helyben fogyasztott ételek árai között. Most 5% vagy 25% az áfája, az gyakorlatilag a vendéget nem érintette, az nekünk csak az adózási szempontokból volt az, hogy most az a 27%-os dolgokból többet adóztunk, az 5%-osból kevesebbet, de ezt igazából a vendég nem látja, tehát most, hogyha ő elvit erre kérte a kaját, ugyanannyi volt az ára, vagy ha a kiszállításra, az régebben is úgy csináltuk, meg most is, meg a helyben fogyasztja, tehát az árban nem tettünk különbséget az áfatartalom miatt. A tulajdonos szerint egy ideig ez tartható lesz, de a nyersanyagok árainak növekedése miatt neki is emelni kell majd.